Itt vagyunk a Fit Balance díjátadón, ami sajnálatos módon a végéhez ért. Átadtuk a díjakat, és itt ülök az egész rendezvénynek a házigazdájába, a Kulcs Áradinával. Hát, aki gratuláljak, nagyon jól csináltad, nagyon jól levezényelted a műsort. Téged már megismertünk műsorvezetői titulusban, énekeltél, egyébként még mondtad a rendezvény alatt, hogy a felkészülést is egyébként segítetted egy-két lánynak. Mi a fő profil, mi az, amit a legjobban szeretsz? Az az igazság, hogy egyáltalán nem tudok választani, tehát hogy valóban elég sok lábon állok, és én igazából ezt mindig is szeretem, és szeretni is fogom valószínűleg a jövőben is. Szerintem félreértetted, mert én magam nem segítettem a felkészülésüket, hanem ott voltam, mert ugye én is nagyon sokáig a Fit Balance Berkes Teamnek a csapatát erősítettem. Az ő felkészítésében tudtam elérni nagyon jó eredményeket a versenyeken is. Ugye nyilván én nem az ilyenfajta versenyen vettem részt, hanem inkább szépségversenyen, de azért oda is kell az a magabiztosság akár, hogyha a testképet nézzük, úgyhogy ezt ők nekem abszolút megadták. Egyébként mostanában a TRX-ezem, van egy úgynevezett 12 Steps program, és annak a keretén belül edzek most már 8. hete, az édesanyámmal is egyben karöltve, úgyhogy igazából én nagyon-nagyon szeretem. De válaszolva a kérdésedet, hogy mit szeretek a legjobban, nekem abszolút a szívem csücske a műsorvezetés. A másiknak másik csücske a szívemnek az éneklés lenne, mert nagyon-nagyon megszerettem egyrésztről, másrésztről, nagyon-nagyon szeretek énekelni, de azt azért tudni kell, nyilván aki állandóan nyomon követi az életemet, az tudja, hogy kisebb-nagyobb problémák adottak a hangszálammal, amivel a mai napig küzdök még mindig, tehát úgynevezett mondhatni csomók alakultak ki rajtuk, úgyhogy ezt most egy kicsit humánusabb megoldással próbáljuk egy kicsit helyre tenni, ami egy ilyen hangterápiát jelent egészen pontosan a műtét helyett, ugye, mert nem szeretnék mindenáron állandóan műtétekre járni. Úgyhogy most jelen pillanatban így áll a helyzet, de egyébként van egy mentorprogram, ott minden hónapban lányoknak segítek felkészülni, akár szépségversenyre, akár a nagybetűs életre, mert nagyon sokan önbizalom hiányban szenvednek, ugye elég sokan szerintem ebben az országban, és a harmadik rész pedig nyilván a modern karriernek a beindítása. Úgyhogy, és még tudnám sorolni, de akkor szerintem itt lennénk még jó sokáig, de nagyon-nagyon szeretem tényleg azt, amit csinálhatok, és nagyon örülök, hogy ezekhez mind valamilyen affinitásom is van. Azt gondolom, hogy a korunk, illetve a fiatalság legnagyobb problémája az tényleg egyébként a magabiztosság hiánya, ami talán egy picit a Facebook, különböző online közösségi felületeknek a nagy hibája. Mit gondolsz, mi az a legjobb tanács, amit a fiataloknak lehet adni, hogy megbarátkozzanak saját magukkal, és ne küzdjenek ezzel az égető problémával? Pontosan az én mentorprogramomban is erre próbálom legjobban a lányoknak a figyelmét felhívni, hogy valóban ez a fénykép megosztogató program, a Facebook és egyéb más ilyen portálok. Egyébként visszautalva arra, amit mondtál, hogy ezeknek köszönhetően talán van az, hogy ténylegesen nincsen önbizalmuk az embereknek. Én úgy gondolom, hogy régebben is volt ez, csak nem tudtunk róla, hiszen a technika nem volt még ennyire fejlett, de leginkább ugye most a mostani időről beszélve, biztosan hozzá segít sajnálatos módon az, hogy a kislányok nézegetik a lányokat, én csak ilyen Instagram lányoknak hívom őket, akik ugye különböző pozitúrában, minél több sminkel, minél gyönyörűbb hajjal és minél drágább ruhában, kocsival és egyéb dolgokkal pózolnak. És az a baj, hogy nagyon sok lánynak az önérzetét ezzel összetörik, mert ők azt látják, és nyilván abból van a legtöbb. Ezáltal egy valami kép kialakul bennük, hogy na, akkor ezt a példát kell követni, pedig nem. És pontosan én is ugyanazt mondom, ahogy te is kezdted a mondandót, hogy én is mindenkinek azt szoktam mondani, hogy saját magaddal legyél kibékülve, és nem másra akarjál hasonlítani, hanem magadból hoz ki a legtöbbet. És pontosan azért vagyunk mások mindannyian, és szerintem ettől szép a világ, mert mindannyian, hogyha kihozzuk magunkból a legtöbbet, a saját személyiségünket próbáljuk fejleszteni, mindannyian egy annyira más egyéniséget alkotunk, hogy ez szerintem ez egy jó dolog, és nem kell az, hogy egy Barbie babával legyen 100, de belül meg ne legyen semmi. Úgyhogy ez egy elég összetett és komplex dolog, úgy gondolom, de nagyjából ez a meglátásom ezzel kapcsolatban.
Én egyébként személy szerint azt gondolom, hogy azok a lányok, akik napi szinten posztolgatnak, és ezt a képet adják, ők a lehető legönbizalom hiányosabbak, mert azok a lányok, akik belülről rendben vannak, azoknak nincs erre szükségük. Miss Universe Hungary volt nem olyan régen, mennyire követted, mennyire voltál ott a lányokkal? Várjál, visszautálva erre az utolsó mondatodra, tehát hogy én is szerinted ilyen dolgokban szenvedek? Csak mert, hogy én azt gondolom, hogy nem, az, aki közéleti személyiség, aznál ez természetes. Igen. Nyilván. Meg én azt gondolom, hogy te egy nagyon jó példást tatuálsz a fiatalságnak. A képeiddel, a megosztásaiddal, tehát semmiképp nem erre szerettem volna utalni. Igen, gondoltam, belecsempészek egy kis viccet is. Szóval a Miss Universe. Az az igazság, hogy én azért nagyjából minden szépség versennyel szeretek tisztában lenni. Pontosan azért ugye, hogy most azért elég sok lányal foglalkozom, és nekik is szeretném nyilván a kis életüket segíteni valamelyest. És úgy gondolom, hogy minél, tehát kisebb versenyekkel kell kezdeni, majd utána ugye jöhetnek a nívósabbak, amikor már valóban kellő önbizalmat és jártasságot szereztek így maguknak. Néztem a versenyt egyértelműen, viszont ugye én a Miss World Hungary-n, vagyis a Magyarország szépén indultam, úgyhogy én abban vagyok mondhatni már így állandó zsűri és a kis harkakata mellett azért valamelyest így próbál segíteni ott, ahol tud, akár a lányok felkészülésével kapcsolatosan. Néztem a versenyt, de sajnos tehát nem tudok olyan személyes tapasztalatot mondani a lányokkal kapcsolatosan, hiszen ebben a versenyben nem vettem részt oly mértékben, mint mondjuk a kata versenyében. Ezért nem tudom, tehát hogy teljesen másképp jön le akkor, hogyha az ember otthon a tévé képernyőjén keresztül nézi, és mondjuk ismerkedik meg ezekkel a lányokkal, és teljesen más az, amikor leülsz velük, és mondjuk akár csak egy három mondatot is beszélgetsz, mert ott átjön a kisugárzás, az, hogy beszél, milyen szeretet vagy lelkesedés van azzal kapcsolatosan benne, amiről beszél. Szóval szerintem nagyon-nagyon összetett ez a téma is, úgyhogy mondhatni így laikus vagyok az ő versenyüket illetően. Pont egyébként erre a versenyre mondták azt, hogy a lányok nagyon egy kaptafára épültek, ilyen kritikákat olvastam, egyébként több helyen is, sőt, nem csak, hogy egy kaptafára épültek, hanem, hogy Vajna tímen hasonmások sorakoztak fel, és egyébként ezt valahol egyet is értek vele, erről mit gondolsz, hogy... Ezt én ilyen szemmel nem néztem abszolút, úgyhogy én ebben nem látok rációt. Viszont arra nyilván szeretnék reagálni, amit mondtál, hogy mindegyik lány ugyanolyan, mert ezt eddig mindegyik versenyen megkaptuk, és nyilvánvalóan jönnek a különböző dolgok, hogy az utcasarkon szebb lányt látok, meg elsétálni itt-ott, amott, csak ugye az a probléma, hogy ezek a lányok nem jelentkeznek. Tehát, hogy nyilvánvalóan lehet nagyon okos mindenki otthonról, és újra mutogatni, egyik másik lányra, de ő bennük legalább volt annyi, hogy is mondjam, craft, hogy azt mondták, hogy na igen, én belevágok és megpróbálom. És hiába mond bárki bármit a TV képernyője elől, mert nekem is régebben nagy volt a szám, de amikor oda kellett állni, akkor nyilván mindenki behúzza fülét, farkát. Én nekem ez nem ez a véleményem. Tehát, hogy semmelyikünk nem ugyanaz, lehet, hogy hasonló smink, haj, vagy bármi más van, de szerintem az számít, ami belül van. Úgyhogy én ezzel annyira nem értek egyet. Én viszont a te szavaiddal maximálisan egyetértek, és nagyon szépen köszönöm az interjút. Még egyszer gratulálok az egész rendezvény levezényléséhez, ügyes voltál nagyon, úgyhogy további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.